A Kóskáról és a Németvölgyi Általános Iskola 10-10 laptoppal gazdagodott az egyszervolt.hu és az Albacom ZRT közreműködésével. A diákok egy hónapos tesztelésre kapták a gépeket, amelyek kiegészítik a papír alapú oktatást és a szórakozást hasznos időtöltéssel kötik össze. Az anyagok a nemzeti alaptervbe illeszkednek és játékos feladatokat tartalmaznak az alsós diákok számára. A gépeket Belényesi Pál, stratégiai igazgató adta át, kiemelve a program fontosságát. Gyakorlatilag ezt az egyszervolt.hu szerkesztősége találta ki. Ugye 9 éve már működött az egyszervolt.hu, amikor szerettünk volna egy kicsit lejönni az internetről, kikerülni abból a skatujából, hogy mi meséket rakunk fel az internetre, és ettől jó az oldal. És úgy gondoltuk tavaly év elején, hogy főleg az alsós korosztálynak egy olyan élményt adunk át, amit Magyarországon még nem nagyon tapasztaltak, és ez az oktatás és a szórakozásnak az összekapcsolása volt, és így született meg az első játékos digitális oktatási segédanyag, ami követi az egyszervolt.hu online megjelenését, struktúráját, gyakorlatilag a figurávilágot is, úgyhogy hát egy mesés világ gyerekeknek, csak ez az oktatáshoz kötődik. 4 tantárgyból áll, 4 évfolyamot érint, 1., 2., 3. és 4. A 4 tantárgy az olvasás, szövegértés, nyelvtan, pontosabban írás, matematika és a vizuális nevelés. Illetve, hogy kikerüljünk abból az állapotból, hogy Magyarország az a Bulgária és Románia triumvirátusban gyakorlatilag abban a csoportban van, ahol a legboldogtalanabbak a gyerekek, amikor tanulnak. Ugye egy kicsit eufémizmussal talán mi tényleg azt szeretnénk, hogy a gyerekek boldogan tanulnának, ez erre szolgál. Az igazgató elmondása alapján márciustól lehetőség nyílik a szoftverek megvásárlására is, amely bővített ismeretekkel okos doboz néven fog futni. Sikota Krisztina, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta. A cél az, hogy a fejlesztők a visszajelzések alapján tökéletesítsék ezeket a programokat, majd az iskolák számára pályázatok útján elérhetővé tegyék. A tananyag kísérő programot a NAT-ra épülve fejlesztették ki az egyszervolt.hu-sok tanárok segítségével. Igazából nem is feltétlenül készségfejlesztő játékok, hanem tananyag kísérő, a tananyagot elmélyítendő játékok. Azt gondolom, hogy manapság nem kikerülhető az, hogy a gyerekek a számítógép előtt ülnek. A szülők igyekszenek ezt korlátozni, igyekszünk őket mozgásra bírni, vagy kreatív játékokkal is megdolgoztatni, de nem tudjuk elkerülni, hiszen a 21. században ez már megkerülhetetlen. Így azt gondolom, hogy minden szülő, milyen tanár örül, hogyha úgy ülnek le a számítógép elé, hogy nem haszontalanul szörfözgetnek az interneten, vagy csetelgetnek egymással, hiszen azra sokkal jobb, hogyha elmenek együtt a játszótérre, vagy kirándulni, és ott beszélgetnek, nem az interneten keresztül. A Németvölgyre azért esett a választás, mert ez az egyik legnagyobb általános iskolánk, talán a legnagyobb merítés a gyerekekből, tehát a különböző szociális háttérrel rendelkező gyerekek járnak ide. A Kóskárolyra pedig azért esett a választás, mert az megint egy másfajta iskola, hiszen általános iskola és gimnázium, tehát ott a gyerekanyag szakszóval élve megint más, mint itt a Németvölgyben. A gyermekkulturális portál a kerületben székel, így az önkormányzat és a kerületi lakosok egyaránt részt vettek a tananyagkísérő program tesztelésében és terjesztésében. A számítógépes programot tanárok, valamint a közönség és szakmai díjas egyszervolt.hu készítette a diákoknak. Egy régi dilemma, hogy az új eszközök megjelenésével kapcsolatban a régi tudások, a régi gyakorlat, a régi kompetenciák nem kerülnek-e háttérbe, vagy nem kerülnek-e visszaszorulóba. Én azt gondolom, hogy az új kihívások elől nem lehet kitérni. Tehát a gyerekek megtanulnak az iskolában írni, olvasni, számolni, tehát az alapkészségeiket az alsó tagozatban ki tudjuk fejleszteni, akkor is, ha egyébként vagy az óra bizonyos szegmenseihez, vagy pedig adott esetben egy teljes óraanyagához igénybe veszük a modernebb eszközöket.
eszközöket is. Az oktatási segédanyag már több mint 8000 magyar alsó tagozatos diákhoz eljutott. A programot könnyíti, hogy a feladatok a gyermekek számára súgót, a tanároknak pedig felhasználási javaslatot tartalmaznak. Az igazgató elmondta, amennyiben a tananyagkísérő program beilleszthető a tanórák keretébe, a jövőben az iskola megvásárolná azt a felsőbb évfolyamosok számára is.